hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évben az Outlook teendőlistája, amely immár a Wunderlist csapatával megerősödve Microsoft To-Do néven várja a felhasználókat. Lehet, hogy a szolgáltatást te is használod, még ha nem is tudsz róla. Az online és a kliens oldali Outlook feladatai ugyanis mind a To-Do részei, amelyet a to-do.live.com weboldalon keresztül, vagy a vonatkozó mobil és Windows 10-es applikáción keresztül közvetlenül is kipróbálhatsz. Érdemes szerintünk belekukkantani az applikációba, hiszen azzal nem csak a magánéletbeli, munkahelyi és iskolai feladatainkkal kapcsolatos teendőket vezethetjük egy helyen, hanem akár egy csapatban is együtt dolgozhatunk így, legyen szó családról, iskolatársakról, vagy éppen a kollégákról. A kulcs a megosztott listákban rejlik. Ezek a listák egyrészt arra szolgálnak, hogy a szerteágazó feladatainkat rendszerezni tudjuk, azaz az iskolai, munkahelyi, vagy éppen a hétvége tervezésével kapcsolatos teendők egy pillanatra se keveredjenek össze. Például egy külön listába vezethetjük egy projekttel kapcsolatos feladatainkat, míg egy másikon a közelgő hétvége kiruccanás teendőit írhatjuk össze, a harmadikon pedig az aktuális heti bevásárló listát vezetheti az ember. Bevásárlás esetén pedig érdemes rögtön egy megosztott listát alkotni, és azt elérhetővé tenni minden családtagnak. Ezt a listát utána minden tag, minden meghívott fiók látni fogja, arra mindenki felírhatja a saját gondolatait. Mivel az egyes feladatokhoz lépések is rendelhetők, az éppen boltban lévő látja, hogy más tagok megvettek esetleg a listáról valamit, és mi az, amit még otthon vár a család. Mindemellett munkahelyi környezetben tud igazán kiteljesedni a To-Do, hiszen nem csak az egyes feladatokhoz lehet ütemtervet beállítani, hanem az adott feladatot ki is lehet adni egyes csapattagoknak, így mindenki nyomon követheti, hogy az adott teendő éppen hogyan áll. Szóval, ha most vágnátok bele egy nagyobb volumenű projektbe, vagy épp csak egy stream teendőit próbáljátok meg rendbe tenni a barátokkal, tegyetek egy próbát a Microsoft To-Do-val, ami ráadásul ingyenes is.